Állami Színház Szigligeti Társulat, elismerő oklevél Szabó József rendező úr részére, több évtizedes színházformáló művészi tevékenységéért a társulat vezetősége, a Szigligeti Társulat örökös tagja címet adományozza. Melyik rendezésed tartod a legnagyobb élménynek utólag? Melyiket emelnéd ki, ha csak egyet lehet? Madách Imre, az ember tragédiája. Ez érdekes, tudnék, én most néztem meg egy interjút, ami egy hónappal a bemutató előtt készült veled. Fantasztikus. Nem tudtam róla. Mindenek előtt merészebben, bátrabban szakítok mind az operai, mind a realisztikus előadásformával, merészebben használom a modern színjátszás őszinte nyílt teatralitását. A műfaji meghatározása például a nagyváradi ember tragédiájának a következő. Színpadi oratórium két részben. Élni, élni, mi édes, mi szép. És úrnak lenni mindenek felett. Érezni, hogy gondoskodnak felőlünk, és mindezért csupán hálát rebegnünk ahhoz, ki nyújtja mindekéjeket. A függés látom életelv neked. Ezt tartja tán az a kis féreg is, mely a gyümölcsöt eszi el előled. Meg a sas, mely a kis madárra csap. Avagy mit tesz nemesbé tégedet? Igen, tán volna egy. A gondolat, ez nagykorúvá tenne. Önerődre bízván, hogy válasz, jó és rossz között. Hogy önmagad intézzed sorsodat. Milyen volt a te boldogság keresésed? Én azt hiszem, hogy Ádámi volt. Ádámi volt, mert mindig a fény felé törekedtem, az öröm felé törekedtem. Liao Chai, 16-17. Századi kínai költő azt mondja, hogy a bánat, a sötétség, a világos, az öröm a világosság birodalmába tartozik. És amikor a világosság elérkezik a legfejlettebb, legteljesebb pontjára, akkor hirtelen bekövetkezik a sötétség. Tehát, és az emberi élet nem csak a általában a társadalmi történelmi, de az emberi élet is ilyen körkörösen halad előre a boldogság felé. Tehát tulajdonképpen ez a gondolat, ami örök, modern gondolat, ez mind, ha tudunk róla, hanem ez jelzi a mi sorsunk hullámzását, mint az óceán hullámzását, valam a boldogság felé, majd a sötétség, után megint a boldogság felé, és ameddig valaki akarja, hogy befejezzük a teljes sötétségben. Engem a színházművészetben soha a nehogy monumentális politikai drámák érdekeltek, mindig azok a drámák érdekeltek, amely az emberről, az ember lelkéről, az Ádámokról szól, az emberi sorsról, az embernek a különös
csodájáról, a sírásokról. Amikor anyám, kedves édesanyám a civil gúnyát bugyorba kötötte, láda fiába rejtette, amikor megüzentük neki, hogy nehéz a rézágyú, felszántja a földet, ne várjon haza a harctérről, a sírunkra nem borul senki. Elvittük Marosvásárhelyre, ugye a mezőség fővárosából, hogy úgy mondjam, az anyám könnyű álmot ígért, az gyönyörű új színházba. Színészeink eljátszották, a nagyváradi színészek, ezt a mondhatnom, hogy dramaturgiai csodát, és ott a, én úgy szoktam mondani, kormányzó páholyban, odafent ült Sütő, a felesége, az édesanyja, Berta néni, a kis kék ruhájában, kis kékpöttyös falusi ruhájában. És hát hatalmas taps tört ki az előadás végén, és az színészeink, a váradi színészek álltak a színpadon, és fogadták a tapsot, majd felnéztek, és elkezdtek tapsolni Berta néninek, Sütő néninek. A közönség akkor vette észre, hogy itt nem neki tapsolnak, hanem ott valaki az Istennek, vagy kinek tapsolnak, hátrafordult, és a közönség is elkezdett tapsolni Sütő néninek, Berta néninek. És most jön egy felejthetetlen mozdulat. A kis falusi asszony, az anya örök szimbóluma, szimbóluma számomra felállt, és mint Jászai Mari meghajolt a közönséget. Mindig megtaláltam, ha nem ma, holnap, holnap után, azt, amiért érdemes volt önmagam lenni, és nem behódolni soha a rossznak. És amikor a rossz fenyegetett, akkor én mindig befelé a színház legnemesebb feladata felé fordultam, és mindig azt néztem színészben, lehetőségben, hogy hogyan álljak ellen a rossznak, és hogyan tudjam segíteni történetesen, mint magyar rendező, vagy mint kisebbségi rendező, mint Nagybányai, Szatmári, kolozsvári, váradi rendező, hogyan tudjam szolgálni az én nemzetségemet. Egyetlen nagy alkotói tervem van még, hogy megírjam azt a könyvet, amely tulajdonképpen elmondja az utókornak, a világnak, hogy a világot jelentő deszkán mit akartam én csinálni álomindulattal a költői színházért. Mert ez volt az életem, ez volt a hivatásomnak az útja felfelé, a drámai színháztól elindulva, az epikus színházon át, a szürrealista költői színházig elérni, azaz az abszurd színházig. És ez nekem megadatott.
nagyszerű, kegyelmi állapot.